Mezőgazdasággal gyerekkoromban kezdtem el foglalkozni, itt születtem a hátam, előttem lévő kis tanyán, ezért az egész életem innentől kezdve erről szólt. Az Agrárbét a Kft-t 2001-ben alakítottuk meg több társammal együtt, 978 hektáron kezdtünk el gazdálkodni abban az időben. Jelenleg 2252 hektáron gazdálkodunk. Egy nagyon nagy változás volt az életünkben az elmúlt időszakban, amikor a cukorrépával felhagytunk, és helyette a vaxi kukorica termesztéssel kezdtünk el foglalkozni. Jelenleg ez a meghatározó fő növényünk a búzavetőmag, tavaszi árpa, zab vetőmag előállítás és a napraforgó mellett. 2006-ban kezdtünk el felépíteni egy bioenergia farmot, amelyik bioenergia farm egy biogázüzemből, egy etanolgyárból, egy faaprítékkal működő hőközpont, ból, és a tavalyi évtől kezdve pedig egy orchidea kertészetből áll. Így egy olyan komplex rendszert tudtunk ráépíteni a földjeinkre, ahol fel tudunk dolgozni bármilyen terméket, és nem alapanyagként tudjuk értékesíteni. Valamint ami ennek a bioenergia farmnak a fő erőssége, hogy nem használunk fel egy liter fosszilis energiát sem. Vaxi kukorica a másik fő profilunk, amit Németországban, Ausztriában, Európa Unió és az Amerikai Egyesült Államok számos országában exportálunk.